Rajban gazdag, jó reggelt! Ez a Crypto Cocoa, a Kriptoakadémia.com napindító műsorain György vagyok, csapjunk bele! S&P 500 hagyományos piacok, langyos pocsolya, bár a Tesla esett egy 9,7%-ot. Viszont, ami szintén esett, és ez nekünk jobban fáj, az a BTC, elveszítettük a 28-at is, amikor most péntek koradél előtt ezt a videót készítem akkor pont egy pillanatra visszanyertünk, éppen 17 dollárral vagyunk 28 ezer fölött, de tudjátok, hogy ennek semmi jelentősége. Sajnos elesett a 28 ezres szint, és ez azért szomorú, mert ez egy nagyon fontos támasz, hogyha innen tartósan nem sikerül visszakapaszkodni, akkor simán jöhet a 24-25 ezer, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de akár így, akár úgy, ahogy mindig elmondjuk, 10-20-30 vagy akár 40 százalékos korrekciók, még egy bikás trenden belül is teljesen természetesek. Tehát ha, és ez egy nagy ha, ha ez valóban egy bika piac eleje, ezen még mindig sokan sokat vitatkoznak, akkor sincs vége ennek a trendnek, hiszen nagyon nagyot mentünk január elejé óta, Gyakorlatilag közel négy hónapon keresztül száguldottunk, úgyhogy itt az ideje egy kisebb pihenőnek. Aztán meglátjuk, hogy hova megyünk tovább. Szerintem ott van még az erő a piacban, csak most éppen szükség van egy kisebb pihenőre. Na és akkor lássunk egy picit mélyebb analitikai eszközt a piacról, ha úgy tetszik. Azért hoztam ezt az ábrát mert hogyha összevetitek a Solano, Solana, Cardano, Polygon, Bitcoin, Ethereum, BNB, Dogecoin, XRP, Tether, USD coin mozgását year to date, vagyis hogy január 1 a jelen időpillanatig, akkor kirajzolódik egy gyönyörű együtt mozgás. Hogyha van egy dédelgetett coinod, amitől nagyon sokat vársz, mert jó a csapat, jó a technológia, és még a websájtjuk is baromi jól néz ki, és azon morfondírozol, hogy vajon mikor robban már fel az árfolyama, akkor jusson eszedbe ez az ábra. Ezen a piacon mindenki függ mindenkitől, de jellemzően nyilván mindenki függ a bitcointól, a nagy öregtől. Tehát azt várni, hogy egy coin elszabaduljon a csordától, és akár felfelé, akár lefelé valami rendkívüli teljesítmény nyújtson, lehet ezt várni, van erre példa, számos példa van erre, de jellegét tekintve és jellemzően és trendszerűen együtt mozog az élboly, a top 25, a top 50 és így tovább. Ezt tartsátok észben, mert nem lehet azt várni, hogy a te befektetésed majd hirtelen meglódul, akkor, amikor a piac éppen nem csinál semmit, vagy akár még lefelé is tendál. Úgyhogy ezt az ábrát érdemes memorizálni. Hihetetlen együttmozgások vannak ezen a piacon. Ez jellemzi. Na és akkor a nap vezető híre, megszavazták a Mikát, vagy ahogy tetszik Micát, az Európai Unió kriptotörvényét. Átolvastam a magyar kivonatát, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szabályozás nekünk hosszú távon kifejezetten jó. Azért, mert egyrészt a kriptóiparnak is tesz gesztusokat, például nem kell kriptoszolgáltatóként minden EU-s országban külön-külön regisztráltatnod magad, hanem van egy egy kapus rendszer, tehát egy szabályozási eljáráson átmész, egy engedélyeztetési folyamaton átmész, és az egész Európai Unió területén megkapod az engedélyt. Ez egy szép gesztus a kriptoipar felé. Viszont nem a kriptoipar szereplőit helyezi szerintem középpontba ez a szabályozás, hanem a befektetőket, az egyszeri befektetőket, Mondok egy példát, ilyen és ehhez hasonló pontokat tartalmaz az egész anyag. Például két hétig elállhat a befektetéstől, vagy vásárlástól a kriptó iránt érdeklődő egyszeri EU-s állampolgár, és ez jó. A buborékoktól, csalásoktól hivatott megvédeni a kisbefektető tömegeit ez a szabályozás, és így el, hogy hosszú távon ezzel nagyon jól járunk, hiszen rengeteg ember éppen hogy a transzparens, átlátható és kellően szigorú szabályozás hiánya rettentett el a kriptoipartól. Ennek most már vége. 2024 közepén fog ez életbe lépni, mind Európa szerte, az Európai Unió szerte, mind Magyarországon. Tehát két hét alatt ez nem megy át azért, nem fog érvénybe lépni és majd miután érvénybe lépett, akkor sem számíthatunk azért arra, hogy majd két hét alatt csodát tesz a piacon, és felrobbannak az árfolyamok. Nem, erről szó sincs. Hosszú távon, tehát sok év, évtizedek távlatában nekünk szerintem kifejezetten jót tesz az, hogy megszületett ez a szabályozás, mert védi a befektetőket, márpedig a befektetőket ezen a területen nagyon meg kell védeni, csak így lehet bizalmat építeni a kripto irán a piactól elvárni azt, hogy majd saját magát szabályozza, majd kiszűrje, ki, szűrje, ki vesse maga közül a fekete bárányokat, és ez úgynevezett bad actoreket, tehát a csalókat magyarul. Ezt elvárni illúzió, ez nem fog megtörténni, felülről kellett egy szabályozást kapni ennek az egésznek, és ez most megtörtént. A CryptoAkademia.com-on megtaláljátok a magyar kivonatát, érdemes elolvasni, egy 3-4 oldalas anyagról van szó, tényleg érdemi az egész, és előrelépést jelent. Na és akkor zárásképp, mivel péntek van egy kicsit lazább hírám, egy fontos figyelmeztetés is egyben, történt ugyanis, hogy Das Erste Interview címmel a Die Aktuell nevű német, hát bulvárlap, vagy hát sokak szemében inkább szénylap, megjelentetett egy interjút a világhírű autóversenyzővel, Michael Schumacherrel, a baj csak az, hogy ő feltehetőleg még mindig kómában vagy valamilyen kómaszerű állapotban fekszik. Az interjú természetesen kamu, valóban szerepel egy hosszú interjú ebben a labban, csak hogy nem Schumacherrel, hanem egy mesterséges intelligenciával, akinek valószínűleg megmutatták Schumacher számos korábbi interjúját, ezen trenírozhatták, majd miután megtanulta az ő válaszait, az ő válaszadási stílusát, az ő gondolatvilágát és reakcióit, így volt alkalmas arra, hogy egy kísértetiesen hiteles és kísértetiesen realisztikus interjú álljon ebből össze. Tekintsünk el egy pillanatra, ha el tudunk, számomra is nehéz az etikai vonatkozásaitól, valóban gyomorforgató, hogy a család már lassan tíz, éve tíz évek éri arra a médiát, hogy ne bolygassák ezt az ügyet és hagyják békén szegény embert, aki egy esett, ö, okán került ebbe az állapotba, valóban gyomorforgató, de most ne erre fókuszáljunk egy pillanatra, hanem arra, hogyha bekapcsolod a YouTube-ot, és azt látod, hogy az amerikai elnök arról beszél, hogy a kriptó adoptációt fel kell gyorsítani, vagy éppen a kriptónak vége és egy elnöki rendelettel betiltja a bitcoin használatát, vagy éppenséggel a te Liebling coinod kapcsán azt olvasod egy interjúban, hogy a Tesco-val kötöttek globális együttműködést, ami által nyilván szárnyalni fog az árfolyam, és így tovább értitek ezeket a példákat, meg kell tanulnunk nem csak használni az AI-t, használni is meg kell tanulni, de kezelni és legfőképp szűrni, mert a következő évek során tömegével fognak szembe jönni, mind itt Magyarországon, mind világszerte, a totálisan kamu, AI-jal készített különböző anyagok, deepfake videók, chatbotokkal készített interjúk, és a sor még hosszasan folytatható, híres amerikai rapperek stílusában és a hangjával készítenek ai -ok már új zeneszámokat, tehát a hangfelvétel lesz valószínűleg a legkevésbé megbízható, és így tovább. Úgyhogy tanuljátok meg még erősebben szűrni a médiát, mert nagyon könnyen félre lehet vezetni az embereket most már, mert hihetetlen lépésekkel fejlődik ez a technológia, úgyhogy legyetek óvatosak, mert ez a befektetéseitekre is nagyban hathat, -hat, hogyha félrevezető információt kaptok, ami totálisan kamu. Iratkozzatok föl mindenképp, nyomjátok már kis csengőt, kövessetek a TikTokon, csatlakozzatok a Discord közösségünkhöz, ez a legfontosabb, és pihenjetek a hétvégén, rá se nézzetek a Bitcoinra, és találkozunk hétfő kora reggel a napindító műsorunkban, a Kripto Kakaóban.